Úgy értékelném, hogy első félidőben nem igazán úgy játszottunk, ahogy szerettük volna, tehát jóval többet kellett volna a mennyiségbe és minőségbe is futni. Igazából én gondolom első félidőben inkább több mezőnyjáték folyt, kevesebbet forogtak a kapuk veszélyben, második félidőben jóval többet tettünk azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Itt a végén óriási erőket mozgósított, hogy gólt tudjunk lőni, de sajnos még a gomorral is sikerült kirúgni a labdát. Aztán itt a végén ugye az utolsó utáni percek viszont szükség volt egy kapus bravúra, hogy meg tudjuk őrizni ezt a döntetlen. Én úgy gondolom, hogy a Paks nagyon jó csapat, mint ahogy a mérkőzés előtt is mondtam. Őt azért figyelni kell arra, mert nagyon játékosok alkotják ezt a csapatot, és tehát azért rész nélkül nem lehetett nekik menni, vigyázni kellett arra, nehogy esetleg gólt kapjunk, és akkor jóval nehezebb lett volna a dolgunk. De annak ellenére itt a végén teljesen mindent egy napra föltére próbáltunk rohamozni, és sajnos nem sikerült gólt lőnünk.